János evangéliuma első részének 10. és 11. verseit olvasom. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Súlyos szavakat olvastam, testvéreim. Eljött Jézus abba a világba, mely általa teremtetett. De micsoda deformáció ment át az élet. A teremtés a bűneset óta odáig deformálódott, hogy nem ismerték föl azt, aki által minden teremtetett. Olyan szomorúan írja a Bibliánk, hogy a saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. És itt az övéi alatt most a zsidó népet értsük, és azokat a vezetőket, akiknek első renden kellett volna üdvözölni, és engedni neki, és körülvenni őt, fogadni, messiási jeleket hozta magával. Hamarosan látjuk, ahogy vak szemet gyógyít, süket embert, bénát, meggyógyít, ezek mind-mind előre megírt, Ószövetségben már előkészített messiási jelek voltak. Hogyha megjön, akkor ő ezt teszi, erről ismerhetik föl majd az övéi. És hát a zsidók nagyon várták a messiást. Amikor megjött, már évszázadok óta nem hangoztak proféciák, hanem a messiás várásnak a nagyon fölfokozott ideje volt. De ez a vakság, ez a sötétség, amiben borult a világ, olyan mélységbe ment már akkor, hogy képtelenek voltak Jézusban fölismerni a messiást. Ők valami mást, valaki mást vártak. Ők, ahogy a maguk kedve és olvasata szerint vették az Ószövetséget, egy ilyen külső szabadítót, aki a rómaiak igáját lerázza róluk, vezér lesz, olyan messiásra vártak, és akkor megérkezik Jézus, aki szelíd és alázatos, és aki aztán az életét adja a juhaiért. Nem fogadták őt igazán, pedig az Ószövetségben megvan az a vonal is. Például Ézsaiás 53-ban olvassuk, hogy a száját nem nyitotta meg az őt nyírők előtt. Bűneink büntetése rajta van, és a többi. Szinte az ő halála körülményei is, de nem csak ott, hát mint egy 500 proféciában olvasunk Jézus életéről, haláláról, föltámadásáról. Mégis ez a nagy sötétség, hogy nem ismerték föl, hogy hiszen ő az, aki ezt az egész mindenséget, a teremtő valóságában létrehozta. Ő ott volt az Atya, Fiú, Szentlélek Isten hatalmas munkájában, és most megjött. Milyen csalódás lehetett neki, hogy az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. Nagyon nehéz utat járt be Jézus,
Még akkor is rettentő nehéz lett volna a megváltás munkáját végbe vinnie, hogyha őt szeretettel fogadják, körülveszik, együttérzéssel vannak. De így, hogy idegennek tekintették, kivetették, hogy nem tekintették Isten fiának, messiásnak, belekötöttek, és hát úgy ismerjük is, meglátjuk, ahogy haladunk, hogy mit tett a népe ővele, hogy ennyire inkább a sötétség győzött bennük, mint hogy boldogan fogadták volna Isten világosságát Jézusban.